94 éves korában meghalt Valéry Giscard d'Estaing volt francia elnök. A hírt családja közölte. A tájékoztatás szerint az egykori elnök Loire és Sherry családi házában a koronavírus okozta betegség szövődményeibe halt bele. Egészségi állapota az elmúlt hónapokban sokat romlott, többször kórházba került, legutóbb Tours-ban ápolták. Családja közleménye szerint a politikus temetését a nyilvánosság kizárásával tartják. Valéry Giscard d'Estaingot 1974-ben választották meg államfőnek, az 5. köztársaság legfiatalabb elnökeként. Utolsó nyilvános megjelenése 2019. szeptember 30-án volt egy másik elnök, Jacques Chirac, párizsi temetésén.